2018. október 4-én hunyt el az elhízás elleni harc nagy alakja Pados Gyula, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház országosan ismert szaktanácsadó főorvosa. A közelmúltban életműdíjjal is kitüntetett szakember, a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság főtitkára, a Magyar Aterosklerózis Társaság alelnöke, a Táplálkozási Fórum elnöke, a Tudatos Fogyás Fórumának vezetője, a Magyar Belgyógyász, a Magyar Hipertónia Társaság, a Magyar Táplálkozás Tudományi Társaság vezetőségi tagja és az Akadémiai Táplálkozás Tudományi Munkabizottságnak, valamint a Népegészségügyi Program, Kardiovaszkuláris és Táplálkozási Munkabizottságának is tagja volt. Dr. Pados Gyula lipidológus és obezitológus képesítéssel is rendelkezett, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház anyagcsere központjában szaktanácsadó főorvosként dolgozott, az osztály és a lipidambulancia mindennapi munkájában segített, rengeteg tudományos cikket publikált és számos könyve jelent meg. Az általa kidolgozott módszert a köznyelv csak Pados diétaként emlegette. A 2003-as évben a kórházi 600 kalóriás diétán dolgozott, amelynek lényeg az volt, hogy az elhízással küzdő betegek egyhetes kórházi kezelés során teljes kivizsgálást kaptak, felderítették az elhízás okát, és a kezelést követően 4 kg-ot fogytak az egy hét alatt. 2007-ben sikeresen bevezette a low carb, high protein diétát is, amellyel több ezer túlsúllyal küzdő embernek nyújtott segítséget a fogyókúrában. Kollégáival együtt jelentős sikereket értek el az elhízással küzdő betegek kezelésében, 18 ezer embernek segítettek testsúlyuk csökkentésében. Halála különösen nagy veszteség a szakma és a Szent Imre Oktatókórház számára. Kollégái nagyon kedvelték, a kórház vezetősége büszke volt munkájára. Dr. Bedrosi Robert, a Szent Imre Kórház főigazgatója, a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság elnöke 2018 tavaszán adta át a 82 éves Pados Gyula főorvosnak az életműdíjat. Dr. Simonyi Gábor, osztályvezető főorvos, közvetlen kollégája volt a neves szaktekintélynek, ő segített nekünk az emlékezésben. Mikor találkozott először Pados tanár úr, ahogy emlékszik vissza az első találkozásokra? Sok-sok évtizeddel ezelőtt találkoztam először Pados tanár úrral egy konferencián. Akkor ő a lipid vonatkozású előadást tartotta, én mint kezdőorvos tátott szájjal hallgattam a kiváló előadását, és tulajdonképpen akkor kezdtem el érdeklődni a lipidek iránt, a vérzsírok kezelésével kapcsolatosan, milyen problémák jelentkeznek, illetve milyen kezelési lehetőségek vannak a mindennapos gyakorlatban. Később aztán kollégák is lettek, ez hogyan történt? Gyakorlatilag hasonló területen dolgoztunk párhuzamosan sok-sok évig. Ő itt a Szent Imre Kórházban, ugye korábban Tétényi úti kórháznak hívták, én meg a BM Kórházban, Halmi professzor úr mellett szintén az elhízás tudománnyal foglalkoztunk. Sokszor kereszteződött a pályafutásunk, ugye főleg kongresszusok kapcsán, amikor közös rendezvényeket tartottunk, ő is előadott, én is előadtam, és így egy közös szakmai kapcsolat, megbecsülés alakult ki. Természetesen jóval idősebb volt nálam, és én mindig felnéztem a tudására, a tapasztalatára és az eredményességére. Több vonatkozásban dolgozott, ugye az lipideket vagy a vérzsírokat említettem. Magyarországon Romics professzor úrékkal, Karádi professzor úrékkal szoros együttműködésben, illetve Barak professzor úrral együtt a Magyar Aterosklerózis Társaság vezetőségi tagjaként oroszlán része volt a magyar magas vérzsírok elleni küzdelemben, illetve a megfelelő terápiás ajánlások elterjesztésében, többek között a hazai kardiovaszkuláris konszenzus konferenciák, ezek ilyen ajánlásokat adnak ki a különböző betegségek kezelésével kapcsolatban. Ennek az alapítója és gyakorlatilag haláláig aktív szereplője, szervezője volt. A másik vonatkozás ugye az elhízás elleni küzdelem, ebben is élharcosa volt a hazai területnek, mivel itt a Szent Imre Kórházban kialakította az úgynevezett lipid részleget, amely gyakorlatilag több mint 30 éve működik a jelenlegi formájában is. Sok-sok szervezeti átalakuláson ment keresztül, hol osztály volt, hol önálló részleg, hol lipid részleg, de azt el lehet mondani, hogy vezetése alatt több mint 18 ezer ember fogyasztását végezték el, és igen eredményesen.
Pados Gyulával az Új Buda Televízió is többször készített interjút, ezekből is felvillantunk néhány részletet a neves szaktekintélyre emlékezve. Kamaszkorban, mikor gimnáziumban jártam, tele voltam társaimmal, így ilyen pattanásokkal, és abban az időben azzal semmit nem tudtak csinálni. Azt mondják, hogy ez egy hormonális dolog, majd elmúlik. Most már jó módszerek vannak ennek a megszüntetésére, és akkor azt mondtam, emlékszem, én nem orvos leszek, és akkor majd én fel fogom találni azt, hogy hogy kell ezt a kellemetlenséget kezelni. A másrészt az édesanyám is nagyon rákapott erre, és ő szorgalmazta, hogy orvosi pályára menjek, és aztán sikerült is sikerrel felvételiznem. Én belgyógyász akartam lenni, és egy belgyógyászati osztályon indultam a Szent Imre, akkor még Tétény útnak nevezett Tétény úti kórházban. És ott alakult az ki, mint ahogy mostanában is van, hogy minden osztálynak az általános belgyógyászat mellett van valami profilja, amivel úgy speciálisan foglalkozik. Mondjuk ilyen személyes történet, hogy mondjuk egy ügyeletben, ami engem befolyásolt, egy ügyeletben behoztak egy férfi beteget hatalmas hasi görcsökkel, szívpanaszokkal, egyebekkel, és ha kiderült ott a kikérdezés során, hogy őt már háromszor felvágták a hasát ugyanilyen panaszokkal, abban az időben még nem volt MRI, hanem ha nem tudjuk, mi baja van, akkor megnézzük. És nem találták meg a baját, és akkor ott este az ügyeletbe levettünk tőle vért, és én láttam, hogy a vére helyett ilyen, minthogyha ha tejföl folyna az ereiben, tehát olyan zsíros volt a vére, és akkor ennek kezdtünk utána nézni, és kiderült, hogy ezt a rosszulétet az okozta, hogy egy igen magas veleszületett, öröklött vérsír szintje van, ami elzárta a hasnyálmirigy ereit, és másodlagosan okozott hasnyálmirigy gyulladás meg keringési zavarokat. Ezt a beteget aztán kezeltük 30-40 évig, végül nem is infarktusba kalt meg, hanem egy tüdőgyulladásba. Először inkább a koleszterin vérzsírokkal foglalkoztam, de aztán kiderült, hogy ezek nagy része kövér, mint hogy a magyar lakosság 60%-a is túlsúlyos és elizott, tehát a bekerülő betegekben is körülbelül ilyen arány volt, és akkor menet közben előzetesen kitaláltuk ezt a lipid szót, ami zsírt jelent, hogy lipid osztály, és hát meg is maradt mindmáig, de most már inkább a elhízásnak a latin neve lenne illetékes, az obezitológia, obezitás, azt jelenti az elhízás. Tehát lassan átváltottunk, mert olyan nagy volt az igény az elhízottak részéről, hogy nem volt az országban egy központi hely, egy kórház, ahol ilyen benti fogyókurákat lehessen végezni. És ennek kidolgoztuk a rendszerét, a Zabdikovszki Mária főorvosnővel, akivel már több évtizede együtt dolgoztunk, hogy turnusszerűen veszünk fel elhízott és különböző rizikofaktorokkal terhelt betegeket, akiket aztán egy hét alatt három dolog történik, van egy 600 kaloriás fogyókúra segítségével körülbelül 4 kiló fogyás, tehát van egy sikerélmény, úgy jönnek be, mint hogy én nem, mindent megpróbáltam, nem tudok lefogyni, tessék, bizonyítjuk, hogy mehet. Második dolog az, hogy van egy bizonyos kivizsgálás, amennyire engedik a anyagi meg egyéb körülmények. A harmadik, ami a lényeg, hogy egy edukáció történik, tehát kiképezzük őket a hosszú távú otthoni fogyókorára, videófilmek, csoportfoglalkozás, pszichológus, torna, ezekkel is. Ez megmarad a kövérekben, a betegekben, hogy egy hétig neki ezzel kellett foglalkozni. Amit itt a Pados professzor úr megteremtett, ez a rendszeres kontroll, ez a rendszeresség, tehát ide mindig vissza lehetett jönni, akár 3 havonta, fél évente. Egy ilyen fenntartó testtömeg csökkentő kúrákat lehetett tartani, és hosszú távon ez hozza a legtöbb eredményt, hogy nem engedjük el a betegeink kezét, hanem visszavárjuk, gondozzuk, és hosszú távon rajta tartjuk a szemünket. Ez a program, ez a lehetőség, hogy TB finanszírozással időnként, akár ambulánsan vagy bentfekvéssel ezt a testtömegcsökkentő programot, illetve életmódváltoztatást bárki igénybe veheti, ez továbbra is nyitva áll a lakosság számára. Nem olyan régen alakult a dialízissal foglalkozó magyar obezitológiai, azaz elhízás és mozgásterápiás társaság, röviden MOMOT, akinek az alapító elnöke, a Bedros elnök úr meghívott engem ennek a társaságnak a főtitkárának, ahol meg is választottak, és ez a társaság tűzte az ászlójára irányelvként azt, hogy a low carb,
high protein, tehát az alacsony szénhidrát, magas fehérje tartalmú diéta, az egy fél éven belül biztonsággal 3-4 kilóval több fogyást produkál, mint a 20 éve szorgalmazott, de elbukott low fat, tehát a alacsony zsírtartalmú diéta. Mi ennek szeretnénk a zászlóvője lenni tovább, mert egy kicsit még a társszakmákban is jobban elterjeszteni, és például a lakosság felé is. Hány könyvet ő írt, és milyen jelentőségű kiadványai cikkei jelentek meg? Hát gyakorlatilag megszámlálhatatlan cikket, illetve könyvet írt. Több száz cikk írásában vett részt, és több tucat könyvet írt. Ezek egy része a nagy közönségnek készültek, tehát elősegítendő a tudatos fogyást, az életmódváltoztatást, részben pedig szigorúan ugye, szakmai közönségnek készült könyveket. Ha a legutóbbi nagy közös munkánkat szeretném még itt megemlíteni, ami a klinikai obezitológiai című egyetemi tankönyvet takarja, Bedros professzor úr volt ennek a könyvnek a főszerkesztője, és a Pados tanár úr meg én szerkesztettem, és tulajdonképpen ezzel vált lehetővé, hogy gyakorlatilag egyedülállóan a európai egészségügyi oktatásban, orvosi képzésben Magyarországon bevezetésre került a klinikai obezitológiai című kötelezően választható egyetemi tantárgy is. Emberileg milyen volt vele együtt dolgozni, milyen ember volt, hogy ismerték a kollégák, mennyire szerették a többiek a Pados urat? A Pados tanár úr egy fantasztikusan jó személyiség volt. Gyakorlatilag haragot nem tudott tartani, illetve nem is haragudott igazán senkire. A szakmai kapcsolataiban is ez megnyilvánult, és az a hihetetlen szakmai alázattal fordult mindig az adott témákhoz, és én nem ismerek olyan embert, a szakmában pedig azért lehetne erre ellenkező példákat is mondani, akivel haragba lenne, aki haragudott volna rá, vagy valamilyen szempontból hosszasan neheztelt volna rá. Tehát egy nagyon fantasztikus személyiség volt Pados tanár úr. Tervezik-e, hogy emlékét valahogy itt a kórházon belül még jobban megőrzik? Hát erre a főigazgató úr adja majd a választ. Ugyanakkor szeretném megjegyezni, hogy a főigazgató úr, mint a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság elnöke, idén tavasszal életműdíjban részesítette Pados tanár urat, aki ezt egy fantasztikus nagy elismerésnek és tulajdonképpen az egész munkásságának a betetőzéseként tekintette.